Sziasztok! Egy újabb produkciót hallhattok VR-től, most egy saját verset fogok elszavalni nektek, hallgassátok sok szeretettel. Az óriások is sírnak. Csillagfény a fák, lombjai közt a földre kúszik, ott, ahol a fűbe két szív újjá születik. A hold is kíváncsian figyelt, hogy a fiú a lánynak vajon miket mesélhet. A furcsa mód a nap is korábban kercs meleg sugarait hintette szét, ettől szinte azonnal virágba borult a rét. Ünnepi ruhákba öltöztek a fák, az égen örömtáncot járt ezer meg ezer madár. A tűcsök oly vidáman húzta akár a kocsmában a prímás. A fák csak ezt suttogták. Nézzétek, két szerelmes szív egymásra talált. Majd hirtelen csend lett, és megtörtént a varázs, ahogy a fiú és a lány megcsókolta egymást. Ez volt az első csók, de mennyire csodás, életükbe beköszöntött az igazi nyár. De hogy eltelik a szép idő, sajnos a jó is lejár. Beköszöntött az ősz, kopár a táj, már nem táncol az égen madár, a fák levették ünnepi ruhájuk, az állatok meg jó nagyra nevelték bundájuk, s már mindenki csak a hosszú álmot várta. A tücsök se dalol már vidáman, csak egy szomorú dalt játszik magában. Haláli zene, ahogy a távolban egy fiú szenvedő szívéből ez szól. Hol van a lány? Hol van a lány, mint egy sebzett oroszlán a magasba üvölt? Mondjátok, miért? Miért? Majd térre borult, s a lány megmaradt képére, ezer könycsepp hult. Az óriások is sírnak, az óriások is sírnak, bárha nekik a szemükből nem könnyek hullnak. Az óriások is sírnak, szemükből láva, kő, szikla és falevél hull. Az óriások is sírnak, az óriások is sírnak, bárha szemükből nekik nem könnyek hullnak. Köszönöm szépen. És még annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a vershez, hogy ez a vers több témájú, melynek fő témája a szerelem, annak megszületése és elmúlása. Az évszakok változásának folyamatos hangulatváltozó témája van, és össze lehet hasonlítani az ember mindennapi hangulatával, hogy lehet egyik momentumban nevetünk, másikban sírunk, egyszer mérgesek vagyunk, egyszer boldogok, hogy változó a hangulat az életbe. És még azt szeretném mondani, hogy a vers címe, az óriások is sírnak. Hát nem nevezhetném épp óriásoknak az embereket, mert a legmagasabb ember is 2,5 méter, az a 2,5 méter egy például egy fánál nem óriás fa, csupán egy csemete. A hegyeknél a 2,5 méter nem is számít hegynek. A vulkán, 2,5 méteres vulkánt még a könyvekbe se jegyeznek föl. Ezért is mondom, hogy számomra szerintem az óriások a hegyek, a fák, a vulkánok. És ha nekik szabad sírni, miért ne lenne szabad nekünk is embereknek? Hisz mi olyan kicsik vagyunk, olyan törékenyek. Szerintem az nem szégyen, hogy sírunk. És köszönöm szépen, még annyit szeretnék megkérni, ha tetszett a vers, oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel, hogy ők is megtudják, hogy még az óriások is sírnak. Sziasztok!